Ez valóban igaz, hogy a környéken nagyon sok településen megszűnt a labdarúgás, nagyon sok településen megszűnt az iskola, más településre járnak a gyerekek, és ez előbb-utóbb egy ilyen leépülési folyamatot indít el. Tehát meg lehet nézni a településeknek a létszámát, lakosság létszámát, hogy ahol nincsen iskola, nincsen foci csapat, ott az a falu egy lassú sorvadásnak indul. És nagyon csodálkozom, hogy a mai világban, amikor annyi mindennél foglalkoznak, annyi mindent számon tartanak, statisztikákat készítenek, erre még nem figyelt fél senki. Hát itt, ha végignézzük csak itt a Szükebet, itt a Fehérromati térségben, vagy Fehérromati járásba, hát valamikor egy nagyon jó csapatot, mit tudom én, Mételeken, Gacsájba, Rozsájba, Fülesden, Panyolán, tehát aki csak így hirtelen eszembe jut, Kisnoményba, Tiszabecsen, hát Tiszabecs Szabadföld kupa döntőt játszott, és akkor szűnt meg. És ezek a csapatok oda lettek, Szamosújlakon, nagyon jó kis csapat volt, Olcsvapátiba. Hát egy Olcsvapáti Panyola mérkőzés, szomszédfalu mérkőzésen több néző volt, mint egy sokszor egy NB1-es meccsen. És ugye ezek a településeken megszűnt a csapat, megszűnt Kömörőbe, és azóta ott a lakosság létszáma bizony csökken, ezt ki lehet mutatni hivatalos adatokkal. Na most, hogy ez miért történt így, én úgy gondolom, hogy egyrészt csökkent a gyerek létszám, de nem ez a fő ok. Az is biztos, hogy nehezebb körülmények között gazdálkodnak a települések. A megyei szövetség több olyan dolgot írt ki, aminek nehezen felél meg egy kis település. Tehát nem tudom például elképzelni, hogy a fenének kell internet szolgáltatás egy falusi meccsre. De ha kell, hát legyen az is a világ hálunk, de akkor valami másképpen kellene megoldani. Hát sok helyen nincs lefedve internettel a terület. Kispaládon, Borpaládon ezért szűnt meg például a csapat, hogy nem tudtak internet hozzáférést biztosítani. A másik pedig, ami még ennél lényegesebb, hogy meghaltak és kivesztek azok a jó értelemben megszállottak, akik ingyen és bérmente szervezték egy település labdarúgását, ami bizony ezért bajjal jár. És egy kicsit ugye ezt megfigyeltjük a magasabb szinten is, hogy a magyar labdarúgás kicsit túl van szervezve. Annyira túl van már szervezve, hogy az rettenetes. Egyszerűsíteni kellene, mert mindig az egyszerű dolog, az egyszerű dolgok a jók. Tudni kellene, lenne egy szint, kapna a település valami állami támogatást, mert a semmi nélkül nem lehet pénz nélkül ezt csinálni. De én úgy gondolom, hogy azok a megszállottak, hogy abba hagyták, vagy elfásultak, azok az emberek, akik szervezték a település labdarúgását, és bizony meglátszik a településen, a pályák ugye leamortizálódtak, lásd Tiszacsécsény beültették gyümölcsfával, azt se tudjuk csak mi a régi veteránok, akik még szaladgáltunk rajta, hogy hon volt a pálya. Gyügyén egy nagyon kis szimpatikus, rokonszenves, sportszerű csapat volt, a pálya talaja olyan, hogy akkor, mint esős idő volt, ott lehetett focizni, ilyen öntés, ilyen sóder ágyon, vagy homok ágyon volt, nagyon jó fűje, oda jártunk sokat edzőmeccsre, most ránéz az ember a gyügyei pályára, egy síralom völgye. És ezek a településeken is meglátszik, hogy nagyon lecsökkent a lakosság létszáma.